Március 9-én kért csődvédelmet az Albacombi DZRT. A vállalat több mint 260 embernek ad munkát, sorsuk azonban most kérdéses. Most már van lehetőség elhelyezni. Az Albacombi DZRT vezetése eddig még nem kereste fel a munkaügyi központot, mondja Tótné dr. Szejler Judit, a megyei kormányhivatal munkaügyi központjának szakmai igazgatója. Törvényi kötelezettsége szerint, ha jogutód nélkül szűnik meg a cég, a megszűnést megelőző 30 napon belül kell segítségért fordulnia a munkaügyi központhoz a munkavállalók érdekében. Felmérjük azokat a munkaerőpiaci igényeket, amelyek itt a Fejér megyei munkaügyi központnál, illetve a kirendeltségeken be vannak jelentve. Ezeket az információkat átadjuk a munkavállalóknak, valamint olyan szolgáltatásokat ajánlunk, mint például az önéletrajzírás. A társaság ellen tavaly több közjegyzői végrehajtás indult, ezek közül kettő folyamatban van. Ráadásul alig egy hónapja a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt adózók adóigazgatóságának hátralékkezelési osztálya is végrehajtást rendelt el az Albacomp ellen. Az a lehetősége és feladata, hogy egy füzetési haladék, illetve egy reorganizációs programot terjesszen a hitelezői elé, ami azt garantálja, hogy maga a csődvédelem 90 napig jelent védelmet. A vállalat fő tevékenysége számítógép periféria és szoftver nagykereskedelme, de tanácsadással is foglalkozik. A jelenleg 17 magánszemély és a SZÜVRT tulajdonában álló Kft. 2008-ban alakult, és éveken át nyereséggel működött. A vezérigazgató levélben válaszolt a feltett kérdésekre. Milárovics János azt írta, hogy működésképtelenné vált a cég, azért, mert a működést biztosító bank nem hosszabbította meg a hitelszerződést. Ez az eljárás az Albacomp más vállalatait egyébként nem érinti, és az ígéretek szerint senki sem marad állás nélkül. Milárovics János tájékoztatása szerint jelenleg az Albacomp informatikai IT ZRT legfontosabb célja a beszállítókkal és a hitelezőkkel történő sikeres csődegyesség megkötése.